Nemzetközi egészségtudomány történeti konferenciát rendeztek Pécsett az egyetemi jubileumi ünnepség sorozathoz kapcsolódóan. A Pécsi Egyetem alapításának 650. évfordulója előtt szerettünk volna részben tisztelegni azzal, hogy egy egészségtudománytörténeti konferenciát hívtunk életre hazai és külföldi meghatározó előadókkal. Másrészt pedig azt a célt is szerettük volna megvalósítani, hogy egy kicsit tekintsünk vissza a részben rövid, más tekintetben akár hosszabb egészségtudománytörténetbe, hogy ki hogy látja ennek a tudományágnak a fejlődését. A változatos témákat felsorakoztató multidisziplináris konferencián az egészségtudományi kar valamennyi intézménye képviseltette magát. Minden szakterület megpróbálta bemutatni, milyen múlttal rendelkezik és milyen kihívásai vannak a jövőt illetően. A résztvevők betekintést nyerhettek a térség egészségügyi képzéseibe és abba, milyen fejlődésen ment keresztül ez a disziplína Pécsett. A konferencia keretében különleges díjátadásra is sor került. Egy nem várt meglepetés volt a pozsonyi Szent Erzsébet Egyetemnek a rektora, illetve az ottani tudományos tanács döntött úgy, hogy kitüntetnek az egyetemnek a legmagasabb kitüntetésével. Ez egy arany kitűző, ami azért adott, illetve ítélt oda a tanács, mert respektálták azt a fajta munkát, amit az egészségtudomány, ápolástudomány érdekében tettem, és ami ennél még megtisztelőbb volt számomra, hogy ezt az egyetem tudományos tanácsának az elnöke, Vlasztimil Kozony professzor úr hozta el személyesen, és az előadását követően adta át.